Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható az ő gondolata. Ez a horgony azt jelenti, hogy kell számára a biztonság érzete, ahol ő le tud horgonyozni. A horgony gyakran szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Ő most döntések előtt áll, hiszen itt ez a kereszt jelentheti ugyan a hitét is, de azt is, hogy elérkezett az élet útján most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és ez lehet most egy munkahelyi változás. Ami a párkapcsolatot illeti, a kereszt jelenti szintén a hitet, azt is, hogy ez a találkozás nem volt véletlen, hiszen a sors utatok kereszteződött, és újra kereszteződni fog, és ő tudja azt, hogy nálad megvan a biztonság érzete, ahol ő le tud horgonyozni. Hogyan érzi magát? Hát nem túl jól, mert ez a hegy jelentett ugyan hegyvidéket is, de amikor érzelmekről van szó, valami nyomasztja őt, fogva érzi magát, vannak problémák, nehézségek, és itt a felhő jelenti azt, hogy valami számára átláthatatlan. Ő tudja azt, hogy itt lesznek döntések, változások, de lehet, hogy még nem tudja, hogy milyen irányba. Amit a felhő még jelent, fél évet, lehet, hogy bizonyos események visszatértek hozzá, amit ő átélt fél évvel ezelőtt, és itt vannak a problémák, amit neki meg kell oldania. És mit fog tenni? Itt a hajó jelenti a reményt, tehát megvan azért a remény, hogy minden jóra fordul. A hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Lehet, hogy van távolság kettőtök között, és ő szeretne téged meglátogatni, vagy lesz egy meghívás, szeretnél, ha te utaznál oda hozzá. De ez az út lehet egy közös életút, vagy egy közös nyaralás tervezése is. Itt a fa hasonlóan, mint a horgony jelenti a biztonság érzetét, ami fontos számára, ahol le tud horgonyozni, le tud gyökerezni, és az te vagy, ez a párkapcsolat. A fa jelenthet egészségügyi témákat is. Vagy ezen a területen dolgozik, és lesz most munkahelyi változás, erről beszámol neked. Vagy az is lehet, hogy te vagy beteg, vagy ő beteg, vagy valaki a környezetetekben, és itt van a remény arra, hogy most lesz gyógyulás. Amit a fa még jelenthet, az a türelem, kéri a türelmedet. Hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik, nála is időre van szükség ahhoz, hogy ezeket a problémákat rendezze. És mi köt össze benneteket? Itt ez a füstölő jelenti a tisztaságot, a tisztító erőt, vagy egy szertartást, hogy van köztetek egy ilyen lelki kapcsolat, és egy ima vagy egy szertartás segítene abban, hogy ő gyorsabban megoldja ezeket a problémákat, és ki tudja mondani azt, hogy mit akar, hogy nyíltan tudjon beszélni érzelmekről. Ez a füstölő, ez szimbolizál szertartásokat, az is lehet,
Ezt nem szívesen mondom úgy ki, hogy néha vannak ilyen fekete mágiák is, és ő úgy érzi, hogy valaki a múltból blokkolja őt, mert ilyen negatív szertartást tartott, és ezért vannak itt nehézségek, ezért minden olyan átláthatatlan, hogy úgy gondolja, ezért nem mennek előre a dolgok, mert érzi ezt a negatív energiát. Persze ez nem minden esetben van így, de előfordulhat. Én inkább ezt a szertartást pozitívnak látom, hogy tisztázódnak a dolgok, rendeződnek a dolgok, és megvan köztetek ez a lelki kapcsolat, sőt, itt a kereszt jelenti az isteni erőt is, vagy egy kármikus kapcsolatot kettőtök között. Visszatérve még erre a fára, ez nem biztos, hogy betegséget jelent, hanem lehet egy bizonyos helyzet is, ami betegít téged, vagy betegít őt, és ez kellemetlen, ezeket a dolgokat szeretné rendezni, és itt van a remény hozzá, a jó energia is, hogy mindez sikerülni fog. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!